Ajándékok lepték el a megyeháza portáját. Karácsony közelettével idén is gyűjtést szerveztek a kormányhivatal dolgozói. A becsomagolt meglepetéseket felcímkézték, így könnyebb lesz majd azokat kiosztani, ezért mindegyikre ráírták, hogy fiúnak vagy lánynak, illetve hogy milyen korú gyermeknek szánták az ajándékot. Évek óta meghirdetjük ezt az akciót, cipős doboz akcióként zajlik tulajdonképpen, és azt látjuk, hogy évről évre a kollégáink egy jelentős része az valamiféle felajánlást tesz. Igyekszünk minden évben olyan társadalmi szervezetet megtalálni, akiken keresztül ezek az ajándékok jó helyre kerülhetnek. Én azt gondolom, hogy az EFOÉSZ is egy ilyen szervezet, akik több száz családdal vannak kapcsolatban. Összesen több mint 1500 ajándékot gyűjtöttek össze a kormányhivatal dolgozói, ennek csak egy töredéke fért el a megyeháza portáján. Az ajándékok végül az EFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetéhez és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központhoz kerülnek. A járási hivatalok minden településen találtak olyan partnerintézményeket, amelyeken keresztül a megfelelő helyre tudják eljutatni a meglepetéseket. Az EFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete a megyében 1000 fő taggal rendelkezik, és 779 családunk van. Elsősorban ugye 5 intézményen keresztül, ami saját intézményünk, illetve a társintézmények, hozzájuk fognak kerülni ezek a csomagok, hogy egy kicsit szebbé és gazdagabbá tehessük ezt az ünnepet. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ látókörében éves szinten több 1000 gyermek és család van. Az intézmény őket folyamatosan támogatja januártól decemberig, de karácsony közelettével mindig nagyobb figyelmet fordítanak a segítésükre. A családok életében nagyon fontos, én azt gondolom, hogy az életviteli problémáikon, anyagi problémáikon, mentális nehézségeiken egy családsegítő, egy esetmenedzser segítse őket, illetve hidalják át a problémát, de azért mindig nagyon fontos az a kézzelfogható segítség, amit tudunk adni, értem ez alatt a tartós élelmiszert, akár a szociális tűzifa, a ruhaadományokat, lakáscikkek adományait, hogy nagyon széles körben kell, hogy ellássuk a családokat. A családsegítő a Körte utcán egy külön ruharaktárat is üzemeltet. Ide bárki beviheti a már nem használt, de jó állapotban lévő ruháit.